Táncolegyetem kurzusai februárban kezdődtek el, viszont időközben a sajnálatos járványügyi helyzet miatt abba kellett hagynunk az oktatást, és hát sokat gondolkoztunk, hogy hogyan tudnánk mégis folytatni ezeket, és hát akkor rá kellett, hogy jöjjünk, hogy ez semmi más, mint a digitális tér lehet megoldásként, és egy egészen új platformot kellett kialakítani, és végül is az egyetemisport.ptl.hu oldalon tudtuk megnyitni március 26-án a PTL digitális tánctermet. A Táncoló Egyetem oktatói rögtön az ötlet mellé álltak, és mindannyian a saját otthonukban direkt erre az alkalomra elkészítették az oktató videóikat, amiket aztán feltöltöttünk erre az oldalra, és így mindenki számára ezek nyitottak, tehát nem csak a PTE polgárai tudják ezeket a videókat megnézni és gyakorolni a benne láthatókat, hanem nem PTE-s polgároknak is teljes mértékben nyitottak ezek az órák. 16 féle különböző mozgásforma található meg jelenleg, de ezt szeretnénk tovább bővíteni. Szerencsére nagyon jók a tapasztalatok a kezdetektől fogva. Egy nap alatt közel 1000 feliratkozónk lett, résztvevőnk, és ez a szám szerencsére azóta folyamatosan növekszik. Nagyon jó a híre, sok felé eljutott, ennek nagyon örülünk, hiszen a cél az, hogy minél több embert el tudjunk érni, és testedzésre, táncra tudjuk őket buzdítani az otthonukban. És hogy a közösséget is egy kicsit egyben tudjuk tartani, ezért mindenkit arra bíztatunk, hogyha otthon végzi ezeket az órákat, közben készítsen fotót, videót, bumerángot esetleg, és hogyha ezt eljuttatja a Táncoló Egyetemnek, akár a Facebookon például, akkor mi ezt kihelyeznénk, és így meg tudnánk mutatni, hogy a közösség is egyben marad, és bízunk ebben, hogy tényleg együtt meg tudjuk oldani ezt a nehéz problémát.